Na de itt is a fajnosztat meg is. Hárommal megérkeztünk. Azt mondtátok, hogy ez a játék ez nehéz. Tehát a Creative Concept nevű cég az éppen keres új biztonsági őröket. Természetesen 12-től reggel 6-ig. 170 dollár hetente, de adó előtt. Tehát ebben meg levonják az adót. Én kezdek arra rájönni, hogy literálisan az összes FNAF játékban olyan szar állásunk van, hogy ez nem igaz. Nem csak az életünket kockáztatjuk, de még olyan borzalmas a... Ó, nem is lehet jobbra-balra forogni? Érdekes, nem láttam még ilyet FNAF játékban szerint. Nem kevés ez? Biztos lesz valami furán. Hey, welcome to your new job. Üdvözled. I'm recording these tapes for you to help you familiarize yourself with the work environment. Okay. I'm the night guard who works there before you. Let me tell you, there are a lot of things they don't tell you about this job. Tényleg? But I'm here to clarify any confusion and answer questions that you might have throughout the night. So don't worry about it. Jó. Okay, let's go through the basics. As you might have already seen, you have a tablet. This tablet has three sections. Igen, látom a három szek... Miért megy ilyen gyorsan az idő az áramhoz képest? Valami pisi. The ventilation section, which is the camera for the main vent that leads to your office. Ez? Behind you. And last, hogy ez mögöttem van. Oké, és ugye itt van neked. Breakers for all the cameras, which you can only have turned off one at a time, or software reasons, don't aha, jó, tehát csak is kizárólag egyet tudunk lekapcsolni, jó. És ez meg ugye mindent lekapcsol, jó. Igen, igen, látom is az energiát, jó. Persze. Persze, persze. Mi ez a sok animatronik? Mit kezdjek én ennyivel? Az típózó? Az típózó, nem az ápózó. Everything consumes power here. Lights, doors, etc. And we have to be careful to not waste any power. Okay. You're just gonna have to sit in the dark the rest. Nagyon gyorsan megy az idő ahhoz képest, hogy mennyi áramunk fogy. You don't wanna do that. Okay. Well, now that we're out of the basics, I gotta tell you, this isn't a normal job. Az baj. Miért nem? The animatronics tend to move for some reason. Tényleg? I don't know why it happens. I tried talking with maintenance and management, but they either don't listen to me or ignore me completely. So I had no other choice than to learn how to survive here. Well, they will try to get into your office through different places. Okay, gondolom a két ajtó, meg szellőző, természetesen így is van, jó, tudjuk. Okay, hangra megy megint a játék? Light the hallway, and if you see one of the animatronics, just close the door and wait for it to go away. Muszáj megvilágítani előtte, mert azt mondta, hogy világítsam. Tényleg sokat teszik? Mennyit? Hadd nézzem. Nem annyira brutál. Look at the vent camera and light it for a second. Okay. That should make any animatronic go back to the stage. Jó, ez egyelőre totál egyértelmű. Az mi? Right into your office. Well, that's all for tonight. Azzal lehet gondolom lezárni a szellőzőt, vagy mi? Aha, tehát ezzel lehet lezárni a szellőzőt, jó. Én igazából csak azt szeretném kijelenteni, hogy olyan rohadt gyorsan megy az idő ahhoz képest, hogy mennyi áramot fogyasztunk el. Tehát nézzétek meg. Le tudom zárni mindkét ajtót, flashlightozni tudok folyamat, és alig megy lefele az áram. Ez nem túl sok áram? Meg lehet, hogy meg fogom bánni, hogy azt mondom, de egyelőre én azt érzem, hogy túlságosan sok áramunk van. Mondjuk meg lehet, hogy csak az első éjszaka ilyen, hogy direkt a játékos ugye biztonságban érezze magát, stb. Stb. Az ott valaki? Nem hiszem, hogy az ott valaki. Mi a francot kell csinálni? Az eszk nem pauzolja a játékot, hanem kilép belőle. Ez most komoly. Ez egyébként jól látom, hogy az egyik animatroniknak az a neve, hogy Cracky. Oké. Okay. Na mindig, szóval visszatértünk most ténylegesen 2:30, nagyjából ugyanakkor vagyunk egy időben is. Az eszket ne nyom meg, nincsen pause menü a FNAF ját. Honnan a tökökbe szedtem én ezt? Melyik FNAF játékban volt pause menü, ami click team-e? Szerintem nem is a FNAF-nak a beállítása ez az eszk és bezáródik. Ez szerintem alapjáraton minden click team applikációban így van, hogyha megnyomod az eszket, csak szimplán kilép a játék. Pontosan úgy, mintha megnyomod a P-t, azt hiszem, akkor szünetel, vagy melyik gomba szünetel a játék, nem tudom. Nem nagyon lényeges, igazából úgy sem tervezem használni a szüneteltetés funkciót. Na mindegy, szóval, tehát itt vagyunk, hajnali 3-kor, 75%-en, mondjuk semmit nem csináltam egészen eddig, és 75%-en, meg lehet, hogy necces lesz az áram, de egyelőre nem nagyon látom azt. Szóval azt mondták, hogy nézzünk körbe, és tehát azt, hogy a szellőzőt ugye, vagy lett... Ez nagyon úgy hangzom, mintha lecsuknánk a szellőzőt, na meg ugye azt is mondták, hogy tehát ilyenkor csak szimplán világítgatni kell. Szóval nem nagyon érzem magamat úgy nagy veszélyben. Nézzük csak át, hogy kik vannak itt, itt van velünk Csancsi, itt van Megi, itt van velünk Cracky, meg Dogi, mert hogy ha egyszer mindenki íre végződik, akkor egyszer Dogi, oké, okay. Te ki vagy, te vagy, minek hívjalak téged? Moglelent,
az nem azt írja szerintem, de én azt olvastam ott. Mik vannak még? L and Esterl. Jó, te leszel Esterl, te meg vagy L. És azt mivel nyomjam vissza? Ó. Oh. Tehát ő a szellőzőkbe mászik, jó. És igenis volt rá hang? Oké, okay, örülök neki, hogy volt rá hang. Jobb is, hogy volt rá hang. Tudnak úgy ténylegesen közeledni hozzánk, vagy... De csak úgy szimplán teleportálni fognak oda, ahova ők szeretnének menni, mert igazából megmondom őszintén, szerintem bőven tök mindegy, hogy mit csinálnak. Tehát, ha visszatudom őket ütni, akkor minden jó. Viszont akkor most már tudjuk, hogy Mogleland az itt jön be. Oké, okay, most mindenkinek nevet fogok adni a következő három sorozatban. Ezt senki ne jegyezze fel, mert szerintem a holnapi részben már elfelejtem. De mindegy, szóval akkor nézzük, egyelőre figyelj, mi? Van még másfél óránk hátra. Haló? Viszlát neked is, oké, okay, ilyenkor már leengedhet. Aha, jó, tehát ilyenkor már egyből vissza is megy. Oké, okay, értem. Mik ezek a hangok? Hallottam még valami hangot, nem? Ó, oh, ott van Dogi. Mit keres ott Dogi? Üdvözlet, te gondolom jobbról jössz? Menj már innen, miért vagy ennyire aktív? Hagyjál már békén, első éjszaka van, bro. Cső? Cső? Nem? Nagyon-nagyon fura egy olyan irodát látni, ami csak egy kép. Tehát, hogy nem lehet forogni balra és jobbra, mert annyira egy alap dolog a FNAF játékokból, hogy folyamat forogsz balra és jobbra, hogy ez nem igaz, de... Fura ezt látni, habár nem rossz, egyetlen nem mondanám annak, hogy rossz ezt látni, mert hé, egyedi, igen, nem tudom, utoljára szerintem talán Scratch FNAF-ba láttam olyat, basszus, hogy nem lehetett forogni, vagy nem, még ott is meg van csinálva forgat, nem tudom, hogy miért, mindegy, lehet, hogy csak szimplán gameplay miatt van így. Egyelőre még nem tudjuk, mert tehát még csak az első éjszakán vagyunk, és az első éjszakán is úgy vagyunk, hogy... Szia. Hogy egyszer már kiléptem. Szia Dogi, te miért vagy ilyen közel? Nem tudom. Az egyáltalán a nevet? Hallott, hogyha most prediktáltam a nevét az animatronicnak, akkor én nem tudom, mit csinálok egyébként. Nem, nincsen akkora szerencsém, sajnos nem. Nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy ő Rex? Vagy ki az a Rex? Nem mit eszembe, ki az a Rex. Ja, de tudom már, a faszia színvonalak rá valaki folyamat szkemmelt mindenki. Nem tudom, hívhatnak a Rexnek? Valamelyik játékban volt egy kutya animatronik, aminek Rex volt a neve. Talán a Rachel-sbe, vagy mi a franc volt neki a neve. Annyi FNAF játékot játszottam már, hogy miért ilyen hangos, hallod? A legijesztőbb dolog az, hogy reggel 60. Szerintem olyan hangos, hogy vissza lehet hallani a fülesembe. Tudod, milyen pálcik a kezeim vannak, haló? What? Szia, itt van előttünk az ápozoló csancsi. Itt már nem is választhatom az automatikusat? Ugyanúgy, tehát csak... Aha. Ó, oh, ne. Ki vagy te? Bob? Te vagy Bob? Te vagy Bob. Jó, mit kell csinálni? A kezeink kell lennie a zsinórjainak, szedd le a kezeit. Jó, szerintem jó, nem? Hogy tudom ezt elrakni? Nem akarom megnyomni az eszket még egyszer. Oh. Kontrollra tudok flashlightozni? Miért? Oké. Okay. Rákötjük a diagnosztikai szoftverünkre. Ó, miért kell megint ezt csinálnunk? Szia! Volt egy másik FNAF játék, ami ezt csinálta, nem? Melyik volt az? Volt egy másik játék, ahol... Sister Location-ben is volt ilyen, de nem arra gondolok. Volt egy másik, ahol ugyanígy javítottuk, vagy eladtuk az animatronikokat? Az valós? Volt egy olyan játék, ahol eladtuk az animatronikokat? Emlékszem, hogy volt egy olyan játék, ahol izé felcsaptuk őket jófogásra, aukcióra, nem? Ez létezett, vagy ezt megálmodtam? Érdekes, hogy így csúszkál, nem pedig, de csak szimplán teleportál. Ezt felfedeztem ugye a Megész 2-ben is. Ura egy design choice, hogy nem teleportál, hanem így csúszkál. Mindegy. Ja, légy szíves. Oké, okay, azért hallható, de nagyon-nagyon nehezen. Szerintem inkább csöndben maradok. Még az én paranoiámmal basszus nehéz lesz itt meghalni. Minden 15. másodpercben elnézek jobbra. Olyan fura, nem tetszik. Ez a rész, ez nagyon nem tetszik. Az a baj, hozzáér a hajam a füleshez. És hallom, és azt hiszem, hogy jobbra van tőlem valami, de nem, mert csak a hajam súrolja a füles. Légy szíves. Most, ez mindenképpen ő volt, ez mindenképpen ő volt. Viszlát? Az előbb nem tudom, miért jöttél ilyen közel, ne gyere többet, légy szíves. Nem Szerintem. Uram! Menjél vissza, csúszkálja, hogy visszafele. Úgy. Itt csöndbe kell lenni mindenképpen. Ezek a részek basszus, ezek nekem nem tetnek. Szia.
Léci. Amikor már egy jó ideje nem voltak ott, tehát így is viselnézek. Na nem. Nem már. Ezt mindig ki kell vágnom, inkább be is csúkom a szememet, basszus, miért kellett ilyen agresszívre csinálni ezt a sokkolót? Viszont most akkor megöltünk még egyet, nem? Ó, most már ő is aktív, várjunk, akiket így lekrenkelünk, azok aktívak, de nem, mert tegnap izé is, a kutya is, meg a megé is aktív volt, azokat meg még nem krenkeltünk. Nem tudom, hogy ilyenkor mit csinálunk, de őket mindenképpen megjavítjuk ilyenkor. Vagyis hát nem, mi diagnosztikáltuk neki a kezét. Na mindegy, délután 5 van, lássuk csak. Március 31, 1992, tehát eltelt egy pár... Oh. Mindegy, elmegyek és szerzek egy kis kávét. Ne, kérsz? Ja, persze. Szó szerint itt voltatok a mellette, miért kellett most nem... Hé, nem bennet, hogyha elolvasnám az újságot. Nem, nyugodtan. Én úgysem olvasom soha, általában csak ott szokták hagyni az ajtóban. Úristenem, ember, ezt hallgasd. A Frankenstein visszatért. 8 évnyi, visszanyomozhatatlan megjelenések után a sorozatgyilkos, akit Frankensteinnek ismernek, visszatért. Egy új áldozatot vitt el egy 16 éves kisfiút, aki eltűnve lett lejelentve a rendőrségnek egy hete. Itt azt írja, hogy a testét a John McAdams Entertainmentnek a raktárában találták. Ember, én annyira biztos voltam benne, hogy John McAdams Frankenstein. Ezt sem hiszem, mármint csak így le van értelme. Meg lehet, hogy a fia volt az Henry. Ő tűnt el, és tényleg megölte a... Hé, Steve. Meg kell, hogy kérjelek, hogy menjél. Oh, oké. Okay. Minden rendben van, Aaron? Igen, igen. Csak eszembe jutott, hogy be kéne fejeznem egy kis munkát holnapra. Oh, oké. Okay. Kell egy kis segítség? Na, ne aggódj, bocsi, hogy idehozattalak. Semmi probléma, ember, majd holnap találkozunk munkában. Ja, majd találkozunk holnap. Mindenképpen ő ölte meg. Megnézzük, mi is az újságot, gondolom. Ez vagyok én szerintem? Nem, én egy kicsit biztonsági őr vagyok. Nem állt meg. Még abban a testben sem. Meg kell állítanom. Ennek nincs vége. Mi? Picikét mélyebb lore van itt azért, tehát nem csak egy dologról van szó, hanem többről egyszerre, jó? Ez egyelőre tetszik, megnézzünk egy Night 2-t mindenképpen, Jézusom, ez a menő, ez még mindig olyan menő, hogy ez nem igaz. Hol continue, nézzük csak meg egy Night 2, jól van, mi lenne erre felé a helyzet? Ugyanúgy nem tudunk, hogy balra-jobbra nézegelődni, ugyanúgy itt van velünk Cracky, Cracky az nekem a kedvenc karakter. Tényleg Cracky a neve, mert hogy ő egy krokodil? Várjatok, itt lore fontosságú dolgokat veszünk észre szerintem. Oké, okay, hey, mesélj. Second night. Congratulations. Hey, na cső. Okay, I'm not gonna take long with this tape. The animatronics tend to move faster as the week progresses. Ja, egyértelmű. Well, turns out I left out a bunch of details in the last. Whoopsie-doo, csak megdögölhettem volna, hát most. Something I didn't explain, and you might be wondering what they are or what they do. Ja, igen, mint például ez. You might have noticed that in Cam 7 there's a button to close a vent. That's the vent in front of you. Aha. And every now and then you might hear some knocks on that vent. That means that some animatronics are trying to get into it. Kopogni fognak rajta. Esther and Lester. Esther is Lester, a Lester. They're programmed to move together, so they will always be with each other. Okay, tehát mindig együtt mozognak. So if you hear some knocking, just go to the camera, close the vent, and they'll go back. Jó, tehát Esther és Lester jönnek, és lesz Molester. The vent consumes a lot of power. Tényleg? So only close them if you absolutely need to. Nem eszik annyival több energiát, ez miről beszél ez a pali? It will drain all the power from the building. Várjuk, ez is így aktívan maradhat? Esetleg. Jó, hogy ez aktívan marad addig, oké. Okay. Tehát, hogyha itt látjuk őket, akkor le kell nyomni kop az egész áramot. Ugócskáznak. Tetszik ez a magyarázat egyébként, illik hozzá. Ja, majd valahogyan... Good luck. Köszi. Jó, tehát akkor...
Elsüthetem megint ezt a viccet. Ezt is leszarom, ezt. Szóval ők fognak jönni, és mindig együtt mozognak, és hogyha kopogást hallunk, akkor a szembe lévő szellőzőt kell lezárni. Kivéve, hogyha itt vannak, akkor le kell nyomni az áramot az egész épületbe a francba, mivel akkor fogócskáznak, és akkor azt hiszik, hogy vége van a játéknak, és visszamennek. Jól van, oké, örülök neki. Kíváncsi vagyok, hogy miért nem volt még eset... Ja, még nem, annak nem lenne sok értelme. Jó, azt akartam mondani egyébként, hogy az animatronikok így is úgyis látnak a sötétbe, szóval miért nem csinálunk csak egy korom sötét épületet, viszont rájöttem, hogy azzal magamat nörfölném le és őket buffolnám, mert... Ja, nem, oké. Még jó, hogy meggondoltam, amiatt kimondtam, de azon kívül kimondtam, jó hülye vagyok. Mindegy, kérem a Night Vision szemüveges FNAF játékomat, szerintem az jó lenne, az érdekes koncepció lenne, de szerintem egyelőre inkább kihagyom. Na figyelj, van... Ugye? Aha, dogi van, oké. Abba nem tudom, hogy ki a francű, szerintem nem is nagyon kell őket... Ó, műkszik úgyis a gomb, hogyha nyomva tartod az... Aha, jó. Ez tetszik, jól meg van csinálva. De hova mozogsz még oda? Ott nem is láttalak még téged ezelőtt. Oké, mindegy, nézzük így mind a hármat egyszerre. Mi ez a kutyaugatás? Ez vala... Ez nem tetszik. Ez nem jó. Hol van? Visszament. Mi történik? Nekem ez kezd nem tetszeni, oké. Egyelőre úgy voltam vele, hogy jó. Most úgy vagyok vele, hogy nah. Jó, hál' Istennek az egyes stage-en nem nagyon kell senkit sem figyelni, tehát az egyes azt egy per egy kihagyhatjuk. Csak is kizárólag rátok kell figyelni, igaz? Kopogás volt? Ugye a franc? Nem volt kopogás. Dogi az viszont itt afkolgált. Aha, habár nem tudom, hogy... Elment vissza? És a izé hova ment? Ó, meg is a szellőzőn át jön, oké? Szóval ezért vannak a fények, hogy meg tud nézni pontosan, hogy mi a franc történik, oké? Ó, kopogás, nem? Sziasztok, Lester és Eszter! Cső? Hát nem voltatok valami nagy veszélyforrás, mit ne mondjak. Jó, egyelőre minden a legnagyobb kordában van, meg ketrecek között, meg mi a francról beszélek? Szellőző, ez nem tetszik. Csillezhetnénk egy picit a szellőzővel? Tehát folyamatot próbáltak... Kopogtak? Jó. Ilyenkor csak szimplán lezárhatom, és tehát nézhetek addig mást. Hát ez mi jó ez a játék, azt szeretek. Oké. Szép csillesen, csak nyugisan, oké? Ez a hangeffekt, nem. Ez a hangeffekt, ez nagyon nagyon, ez kiadja. Légy szíves, Megi. Menjél vissza, círmos cica haj. Hová? Eddig tetszett, most nem. Na, de már valaki nem nincs oda, mert senki. Mi a franc történik? Miért volt ez ilyen hangos? Ez a Stinger hangeffekt, ez olyan szinten hangos volt, amikor beburult ide. Nem fog tetszeni. Ez nekem többször se fog tetszeni, hogyha tehát megtörténik többször. Ez nagyon-nagyon nem fog tetszeni, ez a... Oh, olyan hangos és olyan hirtelen történik. Zseniális, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ajaj. Jó, pánik módba megyünk, oké? Okay? Az hogy tetszik, pánik módba vagyunk. Jó, teljes mértékben pánik módban vagyunk. Túl tudjuk élni így is, úgyis figyelj, 50%-unk van. Érdekel. Nem? De csak szimplán itt tudok afkolni, és csak azaz, Eszter meg a Monester. Igen, jó, el is mentek. Ennyi volt. Szerintem nem nagyon kellene attól félnem, hogy te csak szimplán letankoljam ilyenkor, mert olyan szinten orbitálisan sok áramot ad nekünk a játék, egyelőre legalábbis, hogy szerintem így is túléljük, nem? Jól gondolom, vagy jól gondolom? Szerintem jól gondolom. Valószínűleg, mondjuk ténylegesen eléggé kezdik jó erősen drénelni, tehát eléggé erősen kezdik lefele szívni az áramunkat, mint ahogyan elnézem, Jézusom. Aha, jó. Tehát, hogyha ténylegesen sokáig vannak csukva, akkor azért lehúzzák eléggé gyorsan. De hallod, meg lesz, itt is megdöglök. Oké, ezen javítani kell ezen a gameplay loopon mindenképpen. Én most egyelőre balra és jobbra olyan szinten félek, hogy nem vagyok hajlandó felemelni azokat. Tehát, hogyha van egy ilyen 30%-unk így 5 órakor, akkor szerintem azt le tudjuk úgy tankolni. Tehát a tankolás az literálisan annyi, hogy nem csinálok semmit.
mind a két oldal le van csukva az ajtó, mert hogy figyeljen a franc rájuk, majd megoldják az a folyamatosan lecsukott ajtók, így is reggel 6 lesz. Jó. Egyelőre jó. Szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre kifejezetten jó. Nekem tetszik. Figyelj. Tovább mehetnénk? Több lord szeretnék megtudni. Lássuk csak. Tényleg meg van ez a szem... A dogi. Ez vagy te, igaz? Mi a neved? Lolo. A franc... Lolo. Oké. A fejében vannak a kábelek. De nem tetszik ez már megint. Ugyanaz az ellenfelünk, vagy más? Ugyanaz az ellenfelünk, jó. És gyakorlatilag a mozgása is ugyanaz, ahogyan elnézem. Jóval van, úgy nem tetszik ez már megint, hogy te csak így összekötözve a kicsit zsinorokkal így látjuk. Ez nem tetszik, én annyira nem szeretem a robotikai belsőségeket látni, meg a működését valaminek. Én nekem ez nem tetsz, én félek ezektől. Brutálisan. Aközben féltem, hogy megépítettem a saját gépemet. Jó, mondjuk ez logikus, mert rohadt drága, de nem azért, hanem azért, mert egyszerűen nem szeretem látni a belsőségeit, az ilyen szügyke. Kit érdekel, Pali? Rakjatok rá egy maszkot, vagy valami. Nem szeretném én látni a zsinorokat. Nem jó ez így. Nem tudom, meg lehet, hogy csak szimplán félek a zsinoroktól. Na. Vissza. Uram. Köszi. Meg lehet itt egyáltalán halni? Gondolom, hogy meg lehet halni, de nekem egyelőre eléggé jól megy, azt kell, hogy mondjam. Sőt, büszke vagyok rá, hogy milyen jól megy, azt kell, hogy mondjam. Oké, vissza. Csücsű. Egy jó 50-ig most, nem? Miért vagy ennyire agresszív? Húzzál már vissza, Pali. 3%-ot tudtam ráhúzni körülbelül. Köszönöm. Jó, közben hallgatózunk, mert bármelyik másod. És már fő. Kösz. Most, jó. Távolban akár, de nem baj, jó. Hogyha távolban van, akkor halkabb a hangeffektje, ezért nehezebb meghallani. Csak szimplán félelem. Oké. Okay. Júzzuk egy... Nem. Nem csinálunk ilyet, Légy szíves. Puszele. Köszönöm szépen. Oké. Okay. És egy jó 85-ig. Nem? Félek. Most. Ez közel van. Aha, picikét közelebb volt, jó, mert hangosabb volt. Ez a Darkhead minigame, ez csinál valamit? Nem hiszem. Kikattintok a játékból? Igen, úgy emlékszem, hogy valaki azt mondta, hogy ha kattingatok az árkád gépre, akkor történik valami. De hé, én spamelem, és nem történik semmi. Lehet, hogy kell hozzá valami speckót csinálni, hogy működjön, mert én spamelem rajta az egerem, és nem történik semmi. Ó, ez de közel van, menjél vissza, légy szíves, most klikkelgetek, nem. Ez arcade gép, ez csak szimplán nem csinál semmit, gondolom, valami kritérium van hozzá, mert egyértelműen azzal kell majd valamit kezdeni, nem véletlenül van ott. Ez a szememnek még mindig borzalmas. Vége? Még egyel kevesebb van, oké. Okay. Megyünk át szépen a Night 3-ra, ami még brutálisabb lesz. Ez kegyetlen lesz, ez fix. Már most kegyetlen volt eléggé, tehát a végén már most olyan szinten bepánikoltam, elvesztettem, hogy mi, ki, hol van, hogy folyamat lezárva tartottam minden, de hé, 16-13, június a második 1981, megint csak haladunk előre az időben. Ó, szóval jól érezted magad? Igen, annyira jól éreztem magam. Oké, akkor menjünk, apu vár ránk. Várj, Harry, megkérdezhetek tőled valamit? Igen, Stacy, mi az? Hol van anyu? Ó. Az összes gyereknek a születésnapján volt anyukájuk, de nekem sosem volt. Miért? Hát, mondjuk csak, hogy elment a mennyországba, miután megszülettél. Mennyország? Mármint tud repülni? Ja, valami olyasmi, igen. De miért? Hát, egy picikét megbetegedett, szóval elment a mennyországra, hogy segítséget kérjen Istentől. Wow, és vissza fog jönni? Visszajönni? Mindig velünk van, csak nem látod. Mindig vigyáz ránk, és biztosra megy, hogy biztonságban vagyunk. Egy nap majd mi is fogjuk őt látni újra, de várnunk kell odáig. Wow, ez annyira menő.
Oké, okay, na és most akkor... Várj, szeretett engem? Szeretett? A világban mindennél jobban Stacy. Folyamat tartogatott téged és puszilgatott, amíg gyerek voltál. Te voltál az ő drága kislánya. Amiatt a mennyországba ment, nekem és apának tett egy ígéretet, hogy te azt az életet fogod élni, amit megérdemelsz. És pontosan ezt csináljuk minden nap. Wow, kösz szépen anya, annyira jól érzem magamat veletek. De apu mindig dolgozik, meg lehet, hogy ő nem szeret engem. Né, ezt nem mond. Apa is nagyon szeret téged, és bármit megtenne érted. Csak egy picikét elfoglalt most, de amikor veled van, akkor mindent megad, amit szeretnél, nem? Igen. Ez pontosan azért van, mert szeret téged, és ne is gondold ezt máshogyan. Oké, és aput téged is szeret? Kezd késő lenni, be kellene mennünk, apu már vár rád. Oké. Ne, a lufim! Stacy, várj! Ez hirtelen történt. Pedig olyan szép érzelmes volt az egész beszélgetés, és... Jó, akkor ide valószínűleg holnap visszanézünk. Jó, akkor ez ennyi volt már valószínűleg. Holnap visszanézzük a Five Nights at Megis 3-ba. Folytatjuk a sztorit, és remélhetőleg kevésbé pánikolunk az éjszakai szekciók alatt. Visszanézünk. Csösszük, Oli. Brr. Mi a franc volt ez a lufis jelenet a végén?